kis és közepes vállalkozásoknál megtermelt érték helyben marad. Nem viszik ki a profitot, a megtermelt haszonból a térségben fektetnek be, tovább gyarapítva a közösséget. Hangzott el azon a fórumon, melyet a Tatabányai Városházán rendezett a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. A cél minél szélesebb körben megismertetni a vállalkozókkal a kormányzati fejlesztési elképzeléseket. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és ezáltal a területi kereskedelmi és iparkamarák Magyarország kormányával együttműködve szeretne olyan stratégiát kidolgozni, illetve egy olyan széleskörű társadalmi egyeztetést folytatni, amely valóban segít egy széleskörű gazdaságot segítő stratégiai megalkotásában. Mi a visszajelzés a kamara felé? Mennyire igénylik azt ezek a vállalkozók, hogy fentről egy stratégiát gyártsanak az ő részvételükkel természetesen arra vonatkozóan, hogy milyen lesz az ő jövőjük a következő mondjuk 10 esztendőben? Én azt gondolom, hogy nagyban befolyásolja azért az üzemméret, hogyha a kis és középvállalkozásokról beszélünk, azért egy elég nagy merítés a gazdaságban. Ugye tudva levő, hogy több mint 2 millió ember dolgozik ebben a szektorban, illetve hát a számos, illetve nagy részét adja a megtermelt bruttó hazai terméknek is ez az ágazat. Viszont azért nagyban befolyásolja, hogy mekkora az az üzem, vagy mekkora az a vállalkozási méret, ami alapján ők egyáltalán tudnak ezzel foglalkozni, vagy foglalkozhatnak ezzel. Nyilván, hogy kamarák mindent megtesz, hogy ezeket az információkat begyűjtse. Egyébként azt hiszem, hogy egész jól jelzi azt, hogy most is több túljelentkezés volt erre az adott fórumra. Egy 15-20 vállalkozót várt a minisztérium, és ennél azért jóval többen vagyunk. Hát nyilván senkinek nem szerettünk volna nemet mondani, hogy részt vegyen be az egyeztetésben. Reméljük, hogy nem dorgál meg minket ezért a minisztérium. Az, hogy Komárom-Esztergom egy dinamikusan fejlődő megye, és leginkább munkaerő hiánya küzd, mint hogy szabad munkahelyekkel, befolyásolja azt, hogy mennyire nyitottak a kis- és középvállalkozások, az ő munkatársaik LCO erejére gondolok itt? Természetesen, hogyha nézzük, hogy hogyan teljesített Komárom-Esztergom megye, akár a rendszerváltozás óta, megfigyelhető, hogy hát emlékezetem nem csak talán 12-13 helyet lépett előre a megyék versenyében, akár a bruttó hazai termék, akár a megtermelt ipar, akár az ipari termelés területén. Én azt gondolom, hogy az egyik legfőbb kihívása jelenleg a kis- és középvállalkozóknak, de beszéltünk a nagy vállalatokról is, a fellépő munkaerőhiány. A megyei kormány megbízott köszöntőjében szintén a képzés az utánpótlás kérdéséről beszélt. Elmondta, kellemesebb, de nehezebb problémákkal kell megküzdeniük a munkáltatóknak, mint korábban, amikor a munkanélküliséget kellett leküzdeni. Számos nagyobb cég már itt olyan technológiákat, robottechnológiát, egyéb modern technológiát alkalmaz, ami ezekre a hívásokra meg tud felelni. Magának a közigazgatásnak is ehhez fel kell nőnie. Az elmúlt időszakban számos olyan intézkedés történt, ami a bürokráciát csökkentette. Remélem, hogy ebből sok mindent érzékelnek, de ennek az útnak még csak a közepe tájékán tartunk. El kell jutnunk majd odáig, hogy minél kevesebbszer kell ilyen bejönni a hivatalból intézni. Jelenleg ott tartunk mi is, hogy ezer embernek az összes személyügyi intézkedése már elektronikusan történik, elektronikusan kapják ezt meg. Számos olyan ügyfél van, akivel elektronikus formában tartja a kapcsolatot. Ugye a bíróságokkal is már elektronikus úton történik a kapcsolatfelvétel, a különböző döntéseknek, előkészítő iratoknak a megküldése. Mi azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell tovább haladni. Azt is látni kell, hogy a fiatal munkaerőt kell tudni megcélozni. Én köszönöm a kamarának is, hogy ezekben a kérdésekben együtt tudunk gondolkodni. Talán egy kicsit későn született meg a döntés, és itt a rendszerváltozás egyik nagy hibája volt, hogy a szakképzést magát egy kicsit elengedte a kormányzat. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években számos olyan döntés történt, ami a szakképző centrumokat megerősítette, és a szakképzésnek prioritást biztosít. Be kell látni, hogy itt azért jó néhány esztendőnek el kell ahhoz még telnie, hogy munkaerőként a fiatalok a munkaerőpiacon megjelenjenek. Mindig el szoktam mondani, hogy egy kicsit nagyobb figyelem, körültekintés, odafigyelés kell a fiatalok irányába, hiszen látjuk, hogy ők már az internet világába nőttek fel, látjuk azt is, hogy a munkához való viszonyulás, attitűd egy kicsit más. Én azonban azt gondolom, hogy meg kell tudni találni azokat a
többlet kompetenciákat, csúnya szóval fejezem ki magamat, amivel ők rendelkeznek. Jelesül itt az informatika világában, azt gondolom, hogy jóval többet tudnak, mint a teremben helyett foglalkozók bárki is. Úgyhogy ilyen programokon dolgozunk, ilyen alacsony munkanélküliségére általában nem könnyű a helyzet, ezért is örvendetes, hogy a város is folytatja a foglalkoztatási paktumot, ugyanezt teszi a megye is, és erre szeretném az önök figyelmét is felhívni, hogy azokat a munkából eddig kirekesztődő állampolgártársunkat próbáljuk megcélozni, akik valami miatt, hátrányos helyzetük miatt eddig nem tudtak munkaerőpiacon megjelenni. Olyan egyszerűsített képzéseket tervezünk indítani a nyelv folyamán, amelyek egy egyszerű munkavégzésre alkalmasak lehetnek, csak hogy értsék, mondjuk targoncás képzés, takarító képzés, tehát nyilván nem a nagyobb, bonyolultabb szakmák felé orientálódunk, de nagyon fontos, hogy a viszonylag egyszerűbb szakmákból is legyen támogatás. Az országgyűlési képviselő köszöntőjében elmondta, egy helyi gazdaság stabilitásához jelentősen hozzájárulhatnak a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások, nekik azonban szakmai stratégián alapuló központi forrásokra van szükségük a fejlesztésekhez. Azt mondják az ország keleti felében élők, hogy könnyű helyzetben vagyunk mi itt a Tatai medencében, hiszen a munkanélküliség az szinte ismeretlen, az ipari termelés mértéke az országban az egy fő első, az ipari termelés az országban, itt Komárvesztergom megyében a legmagasabb, a foglalkoztatottsági mutató ráta is az országosnál sokkal jobb, tehát a, mondjuk úgy, hogy a teherviselő réteg is viszonylag szélesnek mondható. Ezen túlmenően mindjárt jók a közlekedési, logisztikai viszonyaink is. Tehát, hogy összességében kimondottan jó helyzetben vagyunk. Ugyanakkor, ha megnézzük a megye gazdaság szerkezetét, és kifejezetten a megyeszékhely gazdaság szerkezetét, akkor abban lehet látni, hogy túlsúlyban vannak a multi és transznacionális karakterrel rendelkező vállalkozások, és a 1000 főre eső kis és közép vállalkozásoknak a száma az az országos átlag alatt. A multinacionális társaságok jelenléte fontos a térség önkormányzatai számára, hiszen biztosítják a tisztességes adóbevételt, amiből lehet látni, hogy ahol jól működő ipari parkok vannak, ott a települések helyi bevételei is jelentősnek menthatók, és ennek következtében komoly fejlesztésekre van lehetőség, mind a háttér műszaki, mind pedig a szellemi és kulturális infrastruktúra területén. Ez így van itt Tatabányán is. Tehát nagyon fontosak a külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaságok, a nagy foglalkoztató, nagy előállított érték megköszönhetően nagy bevezetéssel gazdagítják a helyi településeket. Ma már azt is elmondhatjuk, hogy az elmúlt években 20-30-40 van olyan, ahol 50%-os béremelésre került sor, és azt a versenyképességi hátrányt, amelyen rendelkezett a térség hasonló karakterű ausztriai munkaerőpiaci térségekhez, gazdasági térségekhez részben már leküzdötte. A lakhatási költségek, a lakhatási körülmények, a szolgáltatásoknak a komfortossága is arra ösztökéli az itt élőket, a fiatalokat is, hogy egyre nagyobb arányban a maradás mellett döntsenek. Ez is jó. Azt is látjuk, hogy a ipari parkban működő gazdasági társaságok nagyon sok szolgáltatást rendelnek meg, helyi, mikro, kis és középvállalkozásokról. Ez nagyon jó. De ezzel együtt mégis azt kell mondani, hogy együtt sírunk és együtt nevelünk nyitott gazdaság révén ezekkel a nagyobb vállalatokkal és a nagy gazdasági térségekkel, régiókkal. Éppen ezért nekünk arra is szükségünk van, hogy kis és középvállalkozások, hazai tulajdonban lévő, termelő, tehát ténylegesen értékesíthető piacon
saját néven megjeleníthető termékek előállítására is sor kerüljön az, amit foglalkozik. Ez viszont csak akkor lehetséges, hogyha egy világos, nemzeti szintű gazdaságstratégia, kormányzati gazdaságstratégia is támogatja ezt, kijelöli azokat a gazdasági ágazatokat, amelyekben működő kis és középvállalkozások megkaphatják azokat a hazai költségvetésből is támogatott pályázat lehetőségeket, amelyek fel tudják tőkésíteni és meg tudják erősíteni ezt a szektort. Néhány esztendővel ezelőtt akadtak még komoly gondok a kis és közepes vállalkozások besorolásával kapcsolatosan. A hazai költségvetésből is csak az Európai Uniós előírásoknak megfelelően lehet támogatást biztosítani. Egyik az egybe számítási kötelezettsége hazai tulajdonban lévő kismultik, akik a Kárpát-medencei egységet, gazdasági térhatalmi lehetőségeket kívánják kihasználni, azok érdekes besorolásba kerültek, keveredtek. Ezeket részben lehetett orvosolni, még a Nemzetgazdasági Minisztérium indította el annak a kormány rendeletnek az átalakítását, amely mondjuk úgy, hogy államvonalassá tette a hazai középvállalkozások fejlesztési beruházási támogatáshoz történő hozzáférését a hazai költségvetés tervére. Ennek köszönhetően a felmúlt héten itt a Tabányán is elindulhatott egy elég komoly fejlesztés a hatos telepi ipari kövezetbe. Hát ilyen kérdések foglalkoztatnak bennünket, hogy hogyan lehet ezt a pozitív gazdasági helyzetet úgy tovább csinosítgatni, hogy az ne csak a szép szavak és stratégiák, hanem a tényleges támogatáspolitika és ösztönzési rendszer tekintetében is lehetőségeket tudjanak biztosítani a kisebb és közepes nagyságrendű vállalkozások számára. A magyar gazdaság szerkezetével és ezen belül a megyénk és a Tatabánya gazdaság szerkezetével el lehet mondani, hogy egy duális gazdasági szerkezet. Vannak a multinacionális cégek és vannak a kis és közép vállalkozások, és kettőjük között a kapcsolat, illetve a különbség az nagyon nagy a hozzáadott értékben, nagyon nagy a keresetekben, és nagyon nagy a technológiai különbség. Tehát ebben nagyon fontos, hogy ezt a különbséget, ezt le tudjuk dolgozni. Hiszen a mi számunkra az nagyon fontos dolog, hogy több lábon álljunk. Azt megtapasztalta a Tatabánya városa, hogyha egy lábon áll, ez a nehéz ipar és a bányára épülő iparága, hogyha az az egy láb valamilyen kiesik, akkor nagyon nehéz helyzetbe tud kerülni. A város iparfejlesztésénél is ezt a célt követtük, hogy amikor a multinacionális vállalatok betelepítése volt, akkor ez ne egy iparághoz kötődő legyen, de itt nem elég csak a multinacionális cégeknél több lábon állni, több lábon kell állnunk azzal is, hogy nem csak multinacionális cégekre építjük a város gazdaságát, hanem a helyi kis és középvállalkozásokra is. Az ő megerősítését ugyanilyen fontosnak kell tartanunk. A másik ugyanilyen fontos kérdés, hiszen azért a jelenlévők sem mind csak az iparban és a termelő szektorban helyezkednek el, hanem a szolgáltatásokban is, hogy a megyének az iparszerkezetét, a gazdaságát, hogyha megnézzük, akkor azt is látnunk kell, hogy az ország többi megyéhez képest azért jobban dominál az ipar. Ami nem baj, ezt az erősséget meg kell tudnunk tartani, de szerintem fontos az, hogy a szolgáltató ipart is, a kereskedelmet és a szolgáltatást is hozzá tudjuk zárkóztatni. Ebben a területen is van feladatunk és van lehetőségünk a fejlődésre, hiszen itt is kell egy gazdasági stratégiát alkotnunk. A város részéről mindenképpen fontos a helyi kis- és középvállalkozói szektor, hiszen tudjuk azt, hogy ugyan a multinacionális cégek is a profitjuk egy jelentős részét újra befektetik Magyarországon, de azért nem az egészet. Viszont a kis- és középvállalkozások a profitjuk nagy részét, hogyha van, akkor azt itt fektetik vissza, hogyha kiveszik a profitot, akkor azt is Magyarországon használják, hogy akár más iparágakban való befektetésben, akár fogyasztásban, akár a munkavállalóinknak a
díjazásában. Tehát az a profit, az a nyereség, ami a kis- és középvállalkozási szektorhoz kerül, az biztosan itt marad az országban. Még a multinacionális cégeknél ezt nem tudjuk elmondani. Ezért is kiemelten fontos számunkra, hogy fejlődési lehetőséget tudjunk biztosítani a KKV számára. Az elmúlt években ezzel kapcsolatos programunk elindult 7-es és 6-os keretben. Nagyon sok infrastruktúrális hiányosságot kell még ott pótolnunk. Azt látjuk, hogy egy kis vállalkozói ipari parkot az önkormányzati támogatással létre tudunk hozni. Már 9 olyan KKV vásárolt önkormányzati támogatással telket ezeken a területeken is kezdetbe telephelyfejlesztésbe, akiknek a saját korábbi telephelyükön nem volt lehetőség további fejlesztések megvalósítására. A köszöntők után dr. György László, az ITM államtitkára a KKV-k fejlesztéséről szóló, a kormányzati intézkedések összehangolását célzó stratégia megalkotásához kérte a megjelent vállalkozók véleményét, javaslatait. A rendezvény ezen része zárt ajtók mögött zajlott. Tisztelt megemlékezők! 72 éve, 1947. április 12-én indultak el Felvidékről az első vasúti szerelvények Magyarország felé a csehszlovák-magyar lakosságcsere keretében. Kezdetét vette a szlovákiai magyarok elüzetése szülőföldjükről. 2012. decemberében az országgyűlés április 12-ét országgyűlési emléknappá nyilvánította, hogy méltó módon emlékezzenek meg a Benes dekrétumok következtében a Csehszlovák köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített mintegy 100 000-es magyarságról. Az emléknapi rendezvények megszervezésével Tataváros önkormányzata tisztelettel adózik nekik, és rajtuk keresztül azoknak a felvidéki magyaroknak, akik állampolgárságuktól, közösségüktől, vagyonuktól megfosztva, szülőföldjükről elűzve, kemény akarással otthon teremtettek maguknak, és nagyra becsülését fejezik ki,
mindazoknak, akiket az adott időszakban csehországi kényszermunkára deportáltak, és ebben a szenvedésekkel teli helyzetben is igyekeztek megőrizni magyarságukat. Tatabányai önkormányzata nevében megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm megemlékezésünkön a II. Világháborút követően Felvidékről előzött családok tagjait és az ő hozzátartozóikat, leszármazottaikat. Szeretettel köszöntöm a szülőföld, az egykori haza képviselőit, szőgyéni vendégeinket. A szőgyéni delegációt Méri Szabolcs polgármester úr vezeti. Tagjai között üdvözölhetjük városunk díszpolgárait, Berényi Kornélia asszonyt, Szarka Andrea asszonyt és Schmidt Róbert urat. Köszöntöm Mikül József polgármester urat, dr. Beró Henrietta alpolgármester asszonyt, dr. Kórosi Emőke jegyző asszonyt és Strökker Zolt urat, a Tatai Járási Hivatal vezetőjét. Továbbá az önkormányzati képviselőtestület, a városi intézmények és a civil szervezetek képviselőit. Rendezvényünk közreműködői, Alt István tanító úr és a szőgyéni Csongrádi Lajos alapiskola diákjai, valamint Belényi Kolnéria asszony. A keresztnél a 9. Vörös Sipkás zászlóalj felvidéki hagyományőrzői nevében Lebot Szabolcs áll díszőrséget. Tisztelt megemlékezők! Az első világháborút lezáró 1920. június 4-i trianoni döntés következtében 1.070.000 magyar került az 1918. októberében kikiáltott Csehszlovák köztársaság fennhatósága alá. A Szlovákiának nevezett országrészben 890.000, Kárpátalján 180.000 magyar élt. Az 1938. november 2-ai első bécsi döntés eredményeként a Csehszlovákiához került magyar nemzetrész döntő többsége pár évre ismét Magyarország polgárává vált. A II. Világháborút követő 1947-es párizsi békeszerződés azonban visszaállította az 1937-es határokat. A Felvidék újra Csehszlovákiához került. Az Edvard Beneš vezette csehszlovák politikai vezetés célja egy nemzeti kisebbségek nélküli csehszlovák nemzetállam létrehozása volt. Ehhez a magyarok egyoldalú kitelepítését tervezték, amihez indokként a kollektív bűnösség elvének megfogalmazása szolgált. Az 1945. augusztus 2-án kiadott elnöki rendelet, a 33. Beneš dekrétum megvonta a magyaroktól az állampolgárságot és az ezzel járó jogokat, így például a nyugdíjat, a szociális támogatást, az állami alkalmazás lehetőségét. Elkobozták földtulajdonukat, bezárták a magyar iskolákat, felszámolták a magyar sajtót és a magyar kulturális intézményeket, a magyar közvagyont pedig elkobozták. A magyar vezetőket bebörtönözték és konstruált perekben ítélték el. Az 1945. október 15-én kiadott 88-as számú elnöki rendelet a csehszlovákiai lakosok közmunkára való behívásáról rendelkezett. A kényszerközmunka alól a magyar és a német nemzetiségűek nem kaphattak felmentést. 1945 őszén megközelítően 12.000 értelmiségit, tisztviselőt, iparost, szakmunkást és mezőgazdasági dolgozót vittek ki a cseh ország részekbe, de ők december végére már mind hazatértek. Ennek az intézkedésnek a célja a félelemkeltés és a magyarok távozása kényszerítése volt. Magyarország a Szovjetunió nyomására 1946. február 27-én kénytelen volt aláírni a szerződést a csehszlovák-magyar lakosságcseréről. Mivel a magyar kormány halogatta a lakosságcsere megkezdését, és a párizsi békekonferencia is elutasította a magyar lakosság egyoldalú kitelepítésére vonatkozó csehszlovák javaslatot, 1946. november 17-én a belügyi szervek és a katonai egységek megkezdték a kijelölt magyar családok kényszerű kitelepítését, deportálását a cseh ország részekbe. A csehszlovák kormány ezzel akarta megbontani és felszámolni az összefüggő magyar etnikai területeket, és rákényszeríteni a magyar kormányt, hogy vegye komolyan a lakosságcsere előkészületeit. A Csehországba történő deportálások alkalmával 9610 családot, vagyis 41.666 személyt szállítottak ki, köztük 5422 6 évnél fiatalabb gyermeket. Az akció végrehajtását a hadsereg segítette. Körbezárták a településeket, hogy megakadályozzák a szökéseket.
A deportáltak a hideg téli időben fűtetlen marhavagonokon szállították Csehországba. Többen megfagytak a szállítás során. A sokszor napokig tartó utazás után a csehországi vasútállomásokon valóságos emberpiacot tartottak, ahol a cseh gazdák kiválaszthatták az igényelt munkaerőt. A deportáltak vagyonát az állam az úgynevezett bizalmiak számára utalta ki, akik kezdetben a vagyonkezelői lettek volna, később pedig a tulajdonosai is. Zömük volt partizánokból és az északi járásokból érkezett önkéntes kolonistákból állt. A tiltakozások hatására a csehszlovák hatóságok 1947. február 22-én leállították a deportálásokat. A deportáltak zöme 1947 és 1948 folyamán engedély nélkül szökött haza, utána pedig a hivatalosan szervezett transportokkal érkeztek vissza szülőföldjükre. Kb. 10%-uk azonban Csehországban maradt, s leszármazottaik máig ott élnek. Kis lakálla, nagy nuna mentében, ó, mi drága, ellakocska nékem, könyben úszik, két szemem pillája, valahányszor emlékszem reája. Bár maradtam volna benne végig, de az embert vágyai vezérlik, vágyaimnak sólyom szárnya támad, s oda hagytam őslakom s anyámat. Kínok égtek a szülő kebelben, hogy búcsúnak csókját ráleltem, s kény a lángé, el nem aluvának, jéggyöngyétől szeme ablakának. Mint ölelt át reszkető karával, mint marasztott esdeklő szavával. Ó, ha akkor látok a világba, nem marasztott volna tán hiába. Szép hazámban ismerősök mennek, jó anyámnak tőlük mit izenjek. Szóljatok be, földiek halészen, utazástok háza közelében, mondjátok, hogy könnyeit ne öntse, mert fiának kedvez a szerencse. Szegénynek, ó, ha tudná, mi nyomorban élek, megrepedne a szíve szegénynek.1947. április 12-én megkezdődött a felvidéki magyarság kitelepítése, mely 1948. december 22-ig tartott.
A lakosság csere keretében, illetve az ezt megelőzően végrehajtott kitoloncolások következtében közel 90 ezer magyar volt kénytelen elhagyni szülőföldjét. A csehszlovák-magyar lakosság csere keretében Szőgyénből 135 magyar családot telepítettek át Magyarországra. E családok jelentős része Tata környékére került. Később közülük sokan beköltöztek Tatára, ide, az Újhegyre. A rendszerváltás követően megalakult első szabadon választott tatai önkormányzati képviselőtestület 1992-ben az Újhegy egyik utcájának, ennek az utcának a Szőgyéni utca elnevezést adta. 1995-ben Szőgyén község önkormányzata Nágel Dezső polgármester vezetésével megszervezte a kitelepítettek első találkozóját. Az egykori kitelepítettek megkeresésében Tataváros önkormányzata is közreműködött. 1997-ben, pontosan 50 évvel azután, hogy azok a bizonyos vasúti szerelvények megindultak a Felvidékről, Szőgyén község és Tatavárosa hivatalos testvértelepülési kapcsolatot kötött. Tisztelettel felkérem testvértelepülésünk Szőgyén község polgármesterét, Méri Szabolcs urat, ossza meg velünk a Felvidékről kitelepítettek emléknapjával kapcsolatos gondolatait. Tisztelt emlékező közösség, kedves tatai barátaink, kedves volt szőgyéniek! Nemzetünk fájdalmas történéseire jövünk emlékezni minden év április 12-én, 72 évvel ezelőtt, ezen a napon indult az első vonatszerelvény Magyarországra, amely a szülőföldjükről elüldözött magyarokat szállította. A terv az volt, hogy etnikailag tiszta Csehszlovákiát hozzanak létre. Kitelepítések, lakosságcsere, reszlovakizáció mind arról szólt, hogy a történet nélkül, hogy a történet nélkülünk folytatódjék tovább. Kedves volt szőgyéniek! Önök és az önök szülei és hozzátartozói, az otthon maradt rokonok egyaránt elszenvedői voltak a Benes dekrétumok szégyenletes rendelkezésének. Ami megdöbbentő, hogy ezek még ma is érvényben vannak, sőt, parlamenti határozat is van ezen dokumentumok megerősítéséről. Szőgyénből 1948-ban 135 családot űztek el lakosságcsere ürügyén, a hírhet fehér lappal. Közülük többen a tatai Újhegyre, Tatára, vagy a mai Komárom-Esztergom megye területére kerültek, itt leltek új hazát. Erre emlékezve állunk meg minden évben ezen a napon a Szőgyéni utcában, 2007-től az emléktáblánál, mely az első színhelye volt a közös emlékezéseknek. 2016 óta pedig itt a Mindszenty téren, az emlékkeresztnél, amely a kitelepítettek emlékére emelt a tatai önkormányzat, hogy a történelem ezen nyomorúságokkal teli időszakára emlékezzünk. Talán nem véletlenül állunk éppen itt. A kereszt nem csak jogfosztottságunkra, de összetartozásunkra is emlékeztet. Az én nagyapám Szőgyénben maradt. De két testvérét, Feri bátyát és János bátyát kitelepítették. Tatá leltek új otthont. Mindig örülök, amikor itt a megemlékezők közt látom rokonaimat. Méri Ilona Ángyi a padláson sokáig pihent az emlékkereszten függő korpusz. Ezt a korpuszt hozták magukkal, amely az otthon maradottakra, a szőgyéniekre emlékeztette őket. Most pedig minket emlékeztet a múltunkra. A kereszt pontos mását 2016-ban községünkben is felavattuk. Mindkét keresztfáját szőgyéniek, talapzatú szolgáló tardosi követ tataiak adományozták. A keresztek a szőgyéni erdőből származó tölgyfából készültek, Schmidt Robert szőgyéni fafaragó által. A korpusz Baracska Árpád grafikus öntötte formába. A szőgyéni emlékkereszt talapzatába a következő motto van vésve. A múlt erős gyökér,
jelen és jövő belőle él. Tisztelt emlékezők! Ennek tükrében kívánom, hogy a múlt erősen tartsa meg nemzetünket minden megpróbáltatásában. Éljük meg jelenünket hűséggel és elhivatottsággal, bízzunk a jövőbeli bocsánatkérésben. Mi is készek vagyunk elfogadni és megszorítani a kinyújtott kezet. Készek vagyunk megbocsájtani, de mindig emlékezni fogunk. Isten áld meg a magyart! Köszönöm Méri Szabolcs polgármester úr szavait. Felkérem Mikül József polgármester urat beszédének megtartására. Kedves polgármester úr, kedves szőgyéniek, kedves díszpolgáraink, kedves gyerekek, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Polgármester úr először mondott beszédet megválasztása óta nálunk itt Tatán, és az első olyan közös megemlékezésen, ünnepségen veszünk részt, ahol szolgálatát megkezdve Tatán is megmutatja magát, mint Szőgyén új polgármestere. Jóisten adjon sok-sok erőt és energiát ahhoz a szolgálathoz, amelyet elvállaltál, és amelyre megbízatást kaptál a szőgyéniektől, segítse a munkádat. Talán szép jelkép is, hogy éppen itt, a Szőgyéni keresztnél van ez az első ilyen közös fellépésünk, találkozásunk, emlékezésünk. És ahogy polgármester úr a beszédében a családi szálakat is megemlítette, még igazibb és még erősebb az az üzenet, amely Tata és Szőgyén kapcsolatából nem csak ilyenkor, április 12-én, hanem az év minden napján, amikor találkozunk, mélyen megvan és mélyen áthatja az együttléteinket. Nekünk nem kéne ismernünk egymást. Nekünk nem biztos, hogy kellett volna találkoznunk. Nekünk tulajdonképpen, idézőjelbe értve, semmi közünk nem lenne egymáshoz. Élnének békességben a szőgyéniek a Duna túlsó partján, mi itt legfeljebb, amelyikön kirándulni szeret felvidéken, vagy közülük, aki errefelé vetődik, ők látnának minket, mi látnánk így őket. Minden gonoszság hordoz valahol valami olyan mély üzenetet, amely az életünk további részében meghatározza azt, hogy hogyan gondolkodjunk onnantól kezdve a világról, és meghatározza azt is, hogy milyen új irányt vegyen mindegyikünknek az élete. És annyi furcsaságot és érthetetlenséget hordoznak ezek a történetek, amire hosszú-hosszú évtizedek vagy akár századok kellenek, hogy megértsük, mi volt ennek az üzenete. Milyen érdekes, ha csak arra is gondolunk, hogy az előbb hallhattuk a Benes dekrétum kapcsán, hogy azt szerették volna, hogy egy tiszta, csak csehekből, szlovákokból álló országuk legyen, és abban nem illettünk bele, nem illettek bele a magyarok, elkergették őket. Milyen érdekes, hogy a nagy demokráciát folyamatosan ünneplő és hirdető Európai Unió egyetlen egyszer azóta sem kérte számon ezen az országon. Egyetlen egyszer nem hozta szóba, hogy kedves Szlovákia, volnál olyan kedves rendezni ezt a régi ügyedet, és ezt a disznóságot kitörölni a történelemkönyvedből. És milyen érdekes, hogy most pedig pont arra buzdít, hogy volnánk olyan kedvesek, sokan élni egy országban, mindenféle emberekkel, közösen, és ne, hogy már mi magyarok úgy nézzünk ki, hogy csak magyarok kívánunk itt élni. Hogy jövünk ehhez a dologhoz? Micsoda ellentét húzódik ebben a gondolkodásban, és micsoda érthetetlen szituáció az, amit nekünk most újra meg kell próbálnunk megfejteni, hogy vajon ennek mi az üzenete. De csak oda jutunk mindig, hogy ennek a gondolkodásmódnak egy-egy nemzet életére vonatkozóan nem szabad erősnek lennie. Mi a magunk életét élve, a magunk akaratából itt maradva,
és a magunk akaratából befogadva testvéreinket, rokonainkat, családtagjainkat, mert hogy ők azok voltak akkor is nekünk, döntöttünk arról, hogy így folytatjuk, ha kényszer hatására is. De ezt a döntést az itt élőknek kellett meghozniuk, azoknak, akik itt laknak a Szőgyéni utcába, vagy itt laktak a környékben, akik megtették, hogy befogadták szomszédnak, befogadták társnak, munkatársnak, barátnak, templomi közös imádkozónak azokat, akik Szőgyénből érkeztek. Nem lehet minket azzal vádolni, hogy irigyek vagyunk, hogy szeretetlenek vagyunk, hogy nem tudunk a másikra gondolni. Igenis, ennél nagyobb bizonyítékot egyikünk sem tud erre adni. Sem másik ország. Amikor az ember keresztet állít, akkor két dolog szokott a fejébe lenni. Az egyik az, hogy hálából állítja ezt a keresztet. Hálából azért, ami addig történt vele. Hálából azért, hogy megmaradhatott, hogy legalább úgy megmaradhatott, hogy az élete sorsfordító pillanataiban valahol az Úristen kezét megérezhette a családja életén, a saját életén. A másik dolog, amikor keresztet állítunk, azt tehetjük fogadalomtételként is. Amikor meg a jövőre gondolunk, hogy azt mondjuk, hogy Istenem, szeretném így vagy úgy alakítani az életemet, s ahhoz, hogy kellő mennyiségű energiát, segítséget, támogatást kaphassak ehhez onnan föntről is, az őseimtől, meg tőled, ahhoz vállalok egy olyan töbletet, hogy állítok egy keresztet az útszélre, vagy az útkereszteződésbe, a falu szélére, vagy a templom elé, vagy a házam elé, és kérlek, hogy légy a segítségemre, és minden nap, mikor mellette elmegyek, akkor nem ez a dolog jut eszembe, hogy mit kértem, hanem az, hogy mit vállaltam. Azért, hogy megvalósítsam a közös akaratunkat, a családomnak, a közösségemnek, településemnek, a szeretteimnek, az a közös akaratát, döntéseit. Isten éltesse sokáig ezt a mi barátságunkat, ha már így összekényszerítettek bennünket, mi jó szívvel viseljük. Szeretünk benneteket, és szeretni is szeretnénk, hosszú távon is. Azt szeretnénk, hogy Szőgyén és Tata tényleg olyan testvérek legyenek, akik akkor is mindig emlegetik egymást, és akkor is mindig gondolnak egymásra, ha éppen nem találkoznak. És talán egy kicsit változva a világ, új híd épül most Komáromnál, talán egyszer lesz egy neszmélyi komp, talán valahogy rövidül az út is közöttünk, és ez talán egy szép jelképe is lehet annak, hogy a fiataljaink, a gyerekeink is barátkoznak, és rövidül az az út egymás között, amely eddig nem csak fizikailag, hanem talán más módon is még elválasztott bennünket. Adja Isten, hogy ez a barátságunk ne csak ilyenkor, április 12-én, hanem az év minden napjában előttünk legyen, és az a fogadalom, amit megfogadtunk, hogy befogadtuk ide az elődeink, megtették ezt a fogadalmat, hogy befogadták ide szőgyénieket, ezt a fogadalmat ma mi itt élők továbbvíve, ebbe a testvérbarátságba átforgatva, és szeretve továbbra is a régi szőgyénieket az újakkal együtt. Isten éltesse ezt a barátságunkat. Köszönöm polgármester úr szavait. Tisztelt hölgyeim és uraim! 2015. június 4-én Tata város önkormányzata, Víg Gábor polgármester úr és Szőgyén község önkormányzatának segítő közreműködésével, Baracska Árpád és Mit Robert munkájával keresztet állított a Felvidékről 1947-ben és 1948-ban elűzöttek szenvedéseire emlékezve. A kereszten függő korpusz eredetijét a Méri család menekítette át a határon. A 18. században készült alkotást a család ajánlotta fel a városnak. A tatai keresztállítást követően 2015. júliusában Szőgyén község önkormányzata felavatta ennek a keresztnek az ikerpárját Szőgyénben. A kereszteket emberi kezek állítják, de emelni mindig a hit emeli őket. Sajó Sándor, hit. Hiszek a két egy legfőbb jóban, az Istenben s az igazságban. És belekulcsolom e hitbe,
honszerelmemnek szent hitét. Hiszek a magyar hőseregékben, egy ezred évnek erejében. Hiszem létünknek szent csodáit és titkon vezérlő csillagát. Hiszem, hogy örökünk-e föld itt, hogy tündér volt a csodaszarvas, s Attila pásztor lelte kardja, valóban Isten kardja volt. Hiszem Árpádnak hős csatáit, és hiszem, hogy halmon, rónaságon, egy-egy sejtelmes fuvalomban az ősök lelke lengedez. Hiszem, hogy szíve van a földnek, megérzi bunkat, örömünket, s a mi szívünkkel együttemben örökké magyarul dobog. Hiszem az Istent fönt az égben, tudom, hogy ő az út, az igazság, és ő az élet. S a sírokon is nő virág. Tudom, bár fáink dúsvirágát dermeszti fagy és szélzilája, azért gyümölcs is lesz a fán még, s mosolygón terhes lesz az ág. Borongó ősszel messze szállván sok fecske nem jön vissza többé, de új tavasszal, új fészkekben azért vidám dal csicsereg, s a zivataros kerekégen bármi sötétlőn ül a felhő, mögötte ott a tiszta kékség, és lesz még áldó nap meleg. Hiszek. Hiszek a legfőbb jóban, az Istenben, az igazságban. És belekulcsolom e hitbe, a diadallal ránk sugárzó, boldogabb, büszkébb, szebb jövőt. Tisztelt megemlékezők! Kérem, helyezzék el a virágaikat a keresztnél. Szőgyén község nevében Méri Szabolcs polgármester és Csókás Judit helyezi el a megemlékezés virágait. Tataváros önkormányzata nevében Miki József polgármester és dr. Beró Henrietta alpolgármester és dr. Kórosi Emőke jegyző helyezi el a virágokat. Szőgyéni Csongrádi Lajos alapiskola nevében Szarka Andrea igazgató helyezi el a megemlékezés virágait. Keresztény Demokrata Néppárt nevében dr. Varga András képviselő és Nagy József koszorúznak. Történelmi vitézrend nevében Vitéz Schmidt Robert felvidéki székkapitány, Vitéz Kaszály József és Vitéz dr. Vizi László helyezi el a virágokat.
Szatováros Diák Önkormányzatának nevében Madarász István és Horváth Alexandra helyezik el a megemlékezés virágait. A Tatai Református Gimnázium nevében Illés Dániel igazgató úr koszorúz. Bláthy Ottó szakgimnázium és a Szovátai Domonkos Kázmér szakközépiskola nevében Csáti László, Sós Levente és Lengyel Emese koszorúz. Kőkuti Általános Iskola Fazekas utcai tagintézménye nevében Szabó Imréné művészeti munkaközösség vezető helyezi el a virágokat. Vaszari János Általános Iskola és a Vaszari János Általános Iskola Jászmin utcai tagintézménye nevében Varga Edit intézményvezető és Madarász Petra 6. E-osztályos tanuló koszorúz. Tehát, hölgyeim és uraim, kedves emlékező közösség! Néhány nappal ezelőtt egy más gondolat forgott még a fejembe, aztán tegnapra egy kicsit ki kellett igazítanom. Szégyenletes dolgot tett a szlovák országgyűlés, amikor egy olyan döntést hozott, hogy a magyar himnuszt tilos lesz énekelni Szlovákiában. Kicsit finoman fogalmazva még szomorúbb, hogy ezt 6 önmagát magyarnak mondó képviselő is megszavazta. De az a jó érzésünk lehet ma, hogy a köztársasági elnökük legalább kiállt most végre egyszer úgy is, hogy megváltoztatta ezt a döntést, és nem volt hajlandó aláírni ezt a rendelkezést. Éppen ezért most a DAC meccsekhez, meg a ünnepségeinkhez, meg az iskolai ünnepségekhez, és minden máshoz hasonló, amikor nagy lelkesedéssel és szeretettel énekeljük el nemzeti imádságunkat, tegyük most ezt így mi is, mondhatjuk most is fogadalomból is, meg hálából is. Isten áld meg
If you could be